Bokréta avató ünnepséget tartottak Pécsváradon. A Kodolányi János német nemzetiségi általános iskola ugyanis egy új épület része bővül. A 2017-ben elnyert 470 milliós pályázati támogatáshoz a kormány 380 millió forint többletforrást biztosított, így 850 millióért valósul meg a projekt. A tervezett fejlesztés során az intézmény biztosítani kívánja a művészetoktatáshoz kapcsolódó nagyobb létszámú próbák, bemutatók, koncertek megtartásának feltételeit. A meglévő iskola 685 négyzetméteres épületrésszel bővül. Az új épület szánt felszínkén kap helyet egy több célú nagy terem, amely a napi oktatás mellett az intézmény rendezvényeinek is helyszínéül szolgál. A bővítmény emeletén 6 szaktanterem kerül kialakításra, természetesen kiegészítő létesítményekkel, mosdókkal együtt. Emellett tervezik még a tornateremhez tartozó öltözők berendezésének megújítását, valamint sporteszközök beszerzését. A fejlesztés részeként jelentős mértékben átalakul az iskola udvara. Ennek keretében át kell helyezni a parkolót, rendezett szüneti udvart és zöld felületeket kell kialakítani. Az eseményen Hargitay János, a térség országgyűlési képviselője elmondta, ez Pécsvárad legnagyobb beruházása. Én országgyűlési képviselőként az egész választókerületemet látom, amiben a pécsi tankerület egy résztől el csak föl, nyilvánvalóan egy nagyobb részt a mohácsi tankerület foglal el. De ismerve a 104 településemet, tudom jól, hogy ilyen nagy volumenű iskolát érintő beruházás az egész választókörzetemben csak Mohácson van. Az építkezés idején is kiemelt szempont a modern tanulási környezet kialakítása, ehhez pedig korszerű eszközökre van szükség. Az eszközbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. A projekt végén több mint 370 diák töltheti el hétköznapjait a megújult iskolában.